A nyíregyháziak miskolci vendégjátéka a múltban rendszeresen paráscsatákat hozott, az élvonalbeli DVTK utánpótlás együttesének felnőtt csapatnál is számításba vett játékosai bizonyítani akarták, hogy jobbak a szomszédvár kosarasainál. A legutóbbi találkozó elején is vezetett a házigazda, de az első negyed már 21-15-ös NKS vezetéséhez zárult. A második 10 percben 9 ponttal szereztek többet a vendégek, a harmadik negyedben pedig újabb 15 pontot tett hozzá előnyéhez Farkasinszky Gyuláné együttese. A folytatásban így az is belefért, hogy az utolsó negyedet elveszítsék a nyíregyháziak, győzelmük így sem forgott veszélyben, végül 19 ponttal nyert a vendégcsapat. Az első percekben úgy nézett ki, hogy lesznek talán izgulni valók a mérkőzésen, de egy 5 perc után rendeztük sorainkat, és mindenki azt tette, ami a dolga volt, tehát mindenki pontosan kosárlabdázott, váltogattuk a védekezést, a zónavédekezést és az emberfogásos védekezést váltogattuk, ez egy picit talán megzavarta az ellenfelet. Belekényszerítettük őket olyan eladott labdákban, amiből könnyű zicsereket tudtunk dobni. Bátran becserélhettük már ebben a részben is a fiatalokat, tehát mindenki helyek közel azért ajánlag elegendő játékidőt kapott. Papp Klaudia, aki 21 ponttal járult hozzá a győzelemhez, elégedett volt a csapat teljesítményével. Nagyon összeszedetten játszottunk, igaz az első negyed, az még nem nagyon mutatkozott meg, de második fél időre igazából felébredtünk, és a mi játékunkat tudtuk játszani végig. Nagyon jól éreztem magunkat. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában az eddig 3 meccset játszó Vasas Akadémia, Szeged és Debrecen 100%-os. Mögöttük a nyíregyházi kosársuli áll 3-1-es mutatóval. Az NKS szombaton a Kislenke kosársulit fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában.